kocsmára. Illetve a szerviz csapatom főnökéje az autót tőle béreltem ki. Nagyon-nagyon élvezzük, egy nagyon-nagyon jó kocsi. Erre építette a Roland, hogy a Murvát bírja, és nagyon bírja. Úgyhogy borzasztóan boldogok vagyunk, viszont nagyon-nagyon-nagyon melegünk van. Ülünk a katalizátoron, ettől elszoktunk. De egyébként minden happy. Reméljük, hogy sikerül itt lerajzolnunk ebből a 3000 évvel ezt a szuper speciált, hogy az emberek ne dobáljanak meg a szervizbe, de rajta leszünk, valamit összerakunk belőle. Rafi után másodikak vagyunk, ez egyelőre számomra ez egy tökéletes eredmény. Remélem ezt meg tudjuk őrizni a holnapi nap végéig, és akkor borzasztóan boldogok leszünk. Abszolút élményautózás volt, nagyon élveztük minden másodpercét a versenynek. Igazán hibamentes, tökéletes versenyt futottunk, semmilyen különösebb kalandunk nem volt, úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült, így, hogy eredmény is társult hozzá, így meg roppant boldogok vagyunk. De mondom még egyszer, hogy nem a pontok miatt, hanem egyszerűen vigyorogva szálltunk ki minden egyes gyorsasági után. Nagyon-nagyon jó volt. A mai nap nagyon-nagyon nehéz volt, én úgy gondolom, és azt gondolná az ember, hogy körről körre javulni fog a reggeli víz. Mindegyik pálya sokkal nehezebb volt, mint elsőre. Feladta a feladatot, főleg a hegyes, de az nagyon-nagyon nehéz volt. A mostani autónk az nagyon-nagyon jól működött. Természetesen ezt Kecskés Roli igazából ide építette. Ő játszik vele a Mikulás Rallin általában, ezért ennek minden porcikája ide van kitalálva. A saját autómmal biztos nem mentem volna ilyen gyorsan, a 100%.